a magyar nukleáris biztonsági szabályzatnak, az uniós előírásoknak megfelelő blokkot fog számunkra az orosz fél tervezni, illetve a tervek alapján, az engedélyezett tervek alapján pedig megépíteni. Ennek érdekében a fővállalkozó Rosatom szeptember végén átadta az új blokkok műszaki tervét a Paks 2 ZRT-nek, ami az egyik szükséges feltétele, hogy a létesítési engedélykérelmet jövő júniusban be tudják nyújtani az Országos Atomenergia Hivatalnak, mely nemzetközi szakértők bevonásával értékeli az átadott dokumentációt. Erre 15 hónapja lesz, mondta Süli János, a Paks 2 beruházásért felelős miniszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtti meghallgatásán. Hozzátette, hogy a paksi bővítéssel kapcsolatos európai bizottsági vizsgálat közel 2 éves leállást okozott, valamint a magyar és uniós előírásoknak való megfelelés miatt szükség volt áttervezésekre is. A tárca nélküli miniszter úgy fogalmazott, a biztonság a legfontosabb, nem a határidő. Hogy csak olyan blokkot tervezhetünk, ami az előírásoknak megfelel, ez a magyar nukleáris biztonsági szabályzat, ez szerint kötetett a szerződés is, tehát ebből nem tudunk engedni, ezért is kaptuk később a terveket, hisz mi azt képviseltük, hogy magas minőségű paksra tervezett tervekkel kell rendelkeznünk. Hamarosan az országgyűlés elé kerülhet a Paks 2 projekt finanszírozási szerződésének módosítása, mellyel egyidejűleg a beruházás befejezésének határideje is módosul. Magyarország a végtörlesztés határidejét szeretné kitolni, ennek értelmében a magyar állam nem 2026-ban kezdené a 10 milliárd eurós hitel törlesztő részletének és a kamatának a visszafizetését, hanem akkor, amikor a blokkokat üzembe helyezték, jelezte a tárca nélküli miniszter.